Múlt alkalommal a magyar nép állattartásáról beszéltünk. Nem fejeztem be akkor, és kicsit visszatérek néhány fontos dologhoz, ami nem elég hangsúlyos a kézikönyvekben, vagy esetleg más a véleményem, mint amit a hivatalosan a tudományos irodalomban olvashatunk. Ez az egyik, ami messze túlnő az állattartás problémáján, az a puszta kérdés, amiről egy pár szót már akkor szóltam. Ugye Magyarország képéhez Európában és szinte egész világban hozzátartozik a puszta. Úgy, mint mondjuk Norvégiához a fjordok, vagy a spanyolokhoz a bikaviadal. És ez a puszta önmagában is egy érdekes szó, mert szláv eredetű szó. És ezzel már mindjárt egy kicsit látjuk, hogy ez nem valami régen magunkkal hozott fogalom. Sajnos annyira bele evődött a nemzetközi véleményben is a Magyarországról alkotott képbe, hogy a magyarok azért jöttek Ázsiából, keletről, a Kárpát-medencébe, mert itt ugyanazokat a steppéket, pusztákat találták meg, amit ők a dél-orosz steppéken már megszoktak. Ez önmagában is egy butaság, mert a dél-orosz steppék se voltak puszták régen, és a Kárpát-medence sem volt puszta. A szóban a magyar értelmében van az, hogy fátlan, kietlen, puszta, steppe, ugye. De hát ez a probléma végighúzódik, mi 200 év óta vitatkoznak felette, és tulajdonképpen most sincs pontosan a körülmények ismeretében a tudomány, hogy hogyan lett pusztává az a terület, ami ma még egyre pusztábbá válik, mert a talajvíz csökkenésével, a folyók elmélyülésével, a Kárpát-medence kiszáradása úgy látszik, hogy előre megy, és nem javul. Külön kormánybiztosság is foglalkozott ezzel a kérdéssel, főleg a Duna-Tisza közén apadnak ki a kutak, és egyre katasztrofálisabb a szárazság a klímaváltozás következtében is. Hát erről a pusztáról szeretnék még egyszer beszélni, még hogyha beszéltem is volna korábban néhány szót, ez nagyon fontos a mi képünknek a megváltoztatásában, a magyarság kép megváltoztatásában. Elég az hozzá, hogy a Alföld területén dűlőnevekben, régi oklevelekben és egyebekben kimutathatóan fennmaradt egy ugyanolyan sűrű település hálózat, mint amilyent találunk a Dunántúlon, vagy Erdélyben, vagy a Felföldön. Ma egy átlagos dunántúli falu 3-4 kilométerre van egymástól. Kicsi falvak természetesen. Az Alföldön 15-20 kilométerre vannak egymástól a helységek ma. De dűlőnevekben fennmaradtak azok a falvak, amelyekből ezek az összefutott mezővároskák kialakultak. Debrecen 30 falunak a határába alakult ki, Hortobágyal együtt. A hortobágyi síkon, ha végigmegyünk látó emberekkel, akik ismerik a történetét, akkor megtaláljuk az egyes házaknak a dombjait, ahogy összeomlott a bályokház, ott egy kis emelkedés maradt. És tudjuk, hogy milyen falvak voltak, oklevelekben igazolható a legtöbb falu. Hogy vált ez pusztává? Sajnos a történelemkönyvek a tatárokra és a törökökre fogják ezt a dolgot, de Szabó István az éppen egy debreceni történész mutatja ki, hogy a tatárjárás alatt elpusztult falvak, elpusztult nép meg se közelíti azt a számot, ami a tatárjárás előtti időben pusztult el magyar elleni harcban. Ez a úgynevezett feudális anarchia. És hogy miért alakult ki, és hogyan lett ebből pusztaság, ez máig egy kicsit megoldatlan. Pontosan nem tudjuk. De tény az, hogy
A puszták teszik lehetővé, vagy a pusztákat az hozza létre, hogy óriási mennyiségű nagy állat legel ott, ahol korábban kicsi falvakban, nagyon sokoldalúan a természeti környezetet maximálisan kihasználó kis falvak sűrű hálózata volt. Biztos, hogy felelős benne az a fejlődés, ami egész Európát is érintette, az úgynevezett feudális anarchia, amikor a kiskirályok, ugye kora ez, hogy egyik földesura másik ellen visel háborút és pusztítják egymást, de akkor a 13. századból indul meg Magyarországról az a nagy állatkivitel, ami tulajdonképpen egész a 19. századig tart. És ennek a óriási állatkivitelnek a haszonélvezője nem az egy a kicsi paraszt ember, aki ott él a kicsi faluban is, és rendkívül sokoldalúan gazdálkodik, ökológikusan gazdálkodik. Ne felejtsük el, ezt többször hangsúlyozom. A régi paraszti hagyományban gazdálkodó kis üzem, családi üzem, az együttműködött a természettel, az nem pusztította a természetet. A hagyományban pontosan meg volt, szabályozva volt minden. Sajnos csak az Erdélyről maradtak fel a székely önkormányzatoknak, a falu törvényei maradtak fönn, amit Imre István több formában is kiadott. A szóhagyományban ez megvolt az egész országban, csak nem került írásba. Egyedül a szőlőhegyekről külön fogok még beszélni, a szőlőhegyeknek a szatultumai, amik tovább megmaradtak, de a falvaknak ez a önkormányzata, ez a hagyományban maradt fönn, és tulajdonképpen 1700-as évek közepéig működött, és aztán olyan túlsúlyba került a nagy birtok, erről mindig visszatérően beszélek, hogy elpusztított ezt a falusi földközösséget és önkormányzatot. Ez egy sarkalatos pontja a magyar nép történetének, és nem kap kellő hangsúlyt a magyar történelemkönyvekben. Tehát visszatérve, Hofer Tamás egyik kollégánk most ünnepli a 80. születésnapját mostanában, ő állította párhuzamba ezt a pusztásodást, mert ennek két jelentése van, az, hogy a kicsi falvak megszűnnek és nagyobb mezővárosokba futnak, és ezzel párhuzamosan az a rendkívül biodiverzitásban gazdag környezet, az pusztává válik olyan értelemben, hogy fátlan, füves térré, a steppévé változik. Ez a kettő egymás mellett van, egymást összegük van kötve logikailag. Azáltal, hogy az ember, aki benne él a tájban és minden részletét kihasználja, eltűnik onnan, akkor az egy nagyüzemi, egyoldalú állattartásnak lesz a szintere, ami elpusztítja azt a biodiverzitást, azt a sok színűséget, sokoldalú gazdálkodási módot, ami ottan kialakult. Erről kellene nagyon sokszor beszélni, mert ez a jövő útja. Nekünk, ha meg akarunk maradni, akkor nem csak meg kell tudnunk, ki kell kutatnunk, hogy azon a helyen, ott a Dunántúl-dombvidéken, vagy az Alföld közepén, vagy a Felföldön, vagy akárhol, hogyan élhettek az emberek a történelem során? Miből éltek? Mert együttműködve a természettel nyilván az ottani természeti adottságokat tudta kihasználni maximálisan a maga javára. Nem árutermelésre, ami egyoldalú gazdagodást vagy pénzbevételt jelent, hanem nagyon sokoldalú egészséges életformára használtak ezt a területet. Ma már nagyon nehéz elképzelni és leírni azt, hogy egy ilyen középkori falu az miből és hogyan élt. Önellátásra törekedett, de az a legmagasabb szinten. Míg ez a úgynevezett paraszti gondolkodás, éppen az említett Hofer Tamás és Fél Edit, két nagyon-nagyon jelentős néprajzos a 20. század tudományos kutatásában, egy nagyon szép monográfiát írtak Átányról. Átány a Dunatisza közébe benyúló, hát lassan emelkedő, észak felé emelkedő dombvidék szélén van a Dunatisza közé. És ott
Erről a faluról szóló monográfia olyan nagy hírű lett a szakmában, hogy lefordították dánra, németre, angolra. Egy falunak a értékrendje, ahogy történetileg kirajzolódik. És van egy jellegzetes történet, szinte anekdótaszerű történet benne. Féledit és Hofer Tamás sokszor lejártak ebbe az Átány faluba kutatni, és így kialakultak családi kapcsolatok ott, hogy hol szálltak meg, hol dolgoztak, mert nagyon sokat dolgoztak ott ennek a monográfia megírásához. És egyszer ősszel megint lementek pár hétre a terepen kutatni, és a házigazda bemutatta az új borát, és megkínálta a vendégeket. És akkor Hofer Tamás fölállt, és megköszönte, ugye kis tósztot mondott a felkínált új borhoz, és azt mondta, adjon az Isten jövőre kétszer annyit. És erre a házigazda azt mondja, nem kell nekem kétszer annyi. Nekem ennyi kell, hogy önöket megkínálassam a barátaimmal, együtt lehessek, és ha lakodalomra készülnék, akkor tudnék arra is tenni. Félre, nekem nem kell több. Ez az önmérséklet, az, ami benne van a keleti filozófiában. Tegnap előtt volt egy ilyen nagy tanácskozás, amit a Somogyvámosi ökovölgy, vagy Krisna völgy hívott össze, a fenntartható fejlődés és a ökológikus gazdálkodásnak a tárgyalására, és ott többször elhangzott, hogy hát alapvetően nekünk mérsékelni kell az igényeinket, és rangsorolni kéne az igényeket, és azt szerint kéne gazdálkodni. És ezt ugye a védikus, indiai filozófiából próbálják levezetni. Nem, ez egy általános emberi magatartás volt évszázadokon keresztül. Csak ezt aztán robbantja ki a mérhetetlen bírvágy és hatalomvágy, ami aztán az egész társadalmat átalakítja. Elég az utat, tehát az alföldi pusztákon sűrű faluhálózat volt, a faluhálózat sokoldalúan gazdálkodott, holtágakban, halastavakban, gyümölcsösökben, kertészetben, és nagyon sokoldalúan használva föl a természeti adottságokat. Itt talán egy-két olyan vonást hadd emeljek ki, amit most már nehezen értünk meg, de akkoriban az nagyon-nagyon fontos volt. Például a gyékény kérdés, nem tudom, erről beszéltem a gyékényről. Hogy milyen fontos volt az a régi emberek számára, és az ott volt a halástavak szélén. Gyékény nélkül nem lehetett berendezni azt a földházat, amiben nem volt butor még abban az időben, ugye? Vagy a vadmadarak tojásai és a többi szóval, ezek mind nagyon fontos dolgok voltak, amiről most már egyáltalában nem törődünk vele. És rengeteg volt az ökológiailag, a biodiverzitásban, nagyon gazdag tájban olyan növények, amik nem a kertben nőttek, hanem úgy kellett összeszedni a közösen használt területekről. Ma már csak a gomba ilyen, meg néha elmegy az ember vadrózsabogyót összedni, vagy aki hát megpróbálja még az étrendjét különböző, ma már alig használt dolgokkal kiegészíteni, a csalán főzeléktől kezdve a réti bogárkáig és a pitypangnak is nevezett, ugye gyermekláncfűt, mint család, rengeteg dolgot ettek, ami nem a kertbe termett, hanem a határban volt, és az hozzátartozott a határ ismeretéhez, hogy itt vagy ott igénybe vették, és szezonálisan, ugye váltakozva egyik vagy másik növénynek akkor volt a divatja, és akkor azt kellett tenni. Ezek közül ugye néhány megmaradt, ilyen például a Pécs környékén a mecsekbe található medvehagyma. Ugye? Medvehagyma, ami régen egy rendkívül fontos táplálék volt. Egészen föl a nyelvrokonaink között a ob mellékére felszorult osztjákok, ugye a hantik és manszik, a kutya nyelv a neve, és az az első vitamin forrás, amikor végre kiszafaszodik. És azt eszik.
És egyszerre, és ugye ez mennyire, mennyire általános lehetett, azt egy, egy élményszerű esettel tudom illusztrálni, hogy egy olasz busz jött Magyarországra, és ment át a meccseken, és egyszer csak a busz megállt, és kiömlöttek belőle az olaszok, és szedték a medvehagymát. Vagy ilyen volt a, ilyen az a porcsínfű, olyan a viaszos, a föld felszínén elterülő növény. Sok fajtája van ennek, és van egy olyan, amik egész olyan viaszos, pozsgás szára van, és kicsi kerek tojásdal levelei. Ez Sopron mellett egy Bezikúthoz mentem a kocsit tankolni, és jött egy karaván Németország felül török vendégmunkásokkal, és azok is ott megálltak tankolni. És egyszer csak láttam, hogy az egyik asszony kiabál a többinek egy csiripelő hangon, és mutatja, és egyszer csak nekiesnek, és ott a benzinkút körül ezt a porcsint szedik, szedték össze, és mutatták, hogy mekkora és milyen szép, salátának szedték. Aztán én is hazamentem, meg kipróbáltam, nagyon finom. És ez nem csak azt jelenti, hogy ez érdekes, hanem valószínű ezekben olyan anyagok vannak, amelyek az emberi egészséghez szükségesek. Sokoldalúan táplálkoztak a régiek. Ezt a bátyám, aki kertészmérnök volt, az magyarázta nekem, hogy egy néger az őserdőben az sokkal változatosabban táplálkozik, mint egy milliomos a New York-i felhőkarcolóban. Pedig az mindent meg tud hozatni a figőtől kezdve a mazsoláig. Tehát ez a terület, ez a sokoldalon használt, sokoldalon kihasznált gazdag terület változik a nagyüzemű, a birtokokat és a jobbágyait elűzően hát hatalomra törő nagy kiskirályoknak és földesuraknak a bírvágyából, mert exportálni akarják az állatokat, mert régen nem volt vasút, egyéb, az állat meg a saját lábán kiment, kivitelezte magát a nyugati piacokra, és óriási mennyiségben volt képes fölvenni ezt, és ennek érdekében eltűnnek a falvak, és a korábbi mezőgazdaságilag és halastavakkal, gyümölcsösökkel használt terület egyre fátlanabb, pusztává válik. És ezt ennek a mondjuk csak fölerősítése volt az, hogy ez a korábbi feudális anarchia, amikor egymást ölik a földesurak, ez átváltozik a török időkben a nem a hadseregnek a hadjáratainak a pusztításaiban, hanem a különböző martalóc népek, akik ugye csak saját ellátásukról kellett gondoskodni, kötelesek voltak a hadjáratban részt venni, azok ugye azok békében is rászokván a harácsolásra, a kicsi falvak nem tudták megvédeni magukat egy 10-15 főből álló rablóbandával szembe, és összefutnak. És együtt jobban meg tudják védeni magukat. Nagyon érdekes, ha nézzük ezt a fejlődést, a Dunántúrról a török időkben tömegesen vándorolnak a kicsi falvaknak, ugye a felszín ott a kicsi falvaknak a nagyon sokoldalú gazdálkodását tette lehetővé, halastótól kezdve gyümölcsig minden, de ki voltak szolgáltatva a kicsi falvakban a rác martalócoknak, és papostul, mindenestül átmenekülnek a Dunatisza közére, ahol kialakultak már ezek a nagyobb mezővárosok, ahol hát egy nagyobb tömeg él együtt, amelyik ellen tud állni egy harácsoló bandával szembe. A nagyobb bandákat meg a török közigazgatás és katonai kormányzat sem engedte, hát neki kellett a jobbágy nép, aki adózik, föllépett a rabló bandák ellen. Nagyobb helységeket így meg külön helyőrséggel is ellátták, ott biztonságban voltak, de a kicsi falu nem volt biztonságban. Egy kicsi faluban, abban 200-300 ember lakik, azt egy 10 fős banda sakba tudja tartani, és ki tudja rabolni, és tönkre tudja tenni. Tehát ekkor alakul ki a puszta. A talajtannal foglalkozó, történeti talajtannal foglalkozó tudósok megállapították, hogy a legelőként használt kiszáradt és homokos felszín alatt
ott van a középkori termőréteg, és még azt is kiszámolták, egy tanulmányban olvastam, hogy az a alatta lévő terület termékenységében mennyi állatot tudott eltartani, és most a tetején lévő, most felszínen lévő rész mennyire csak egy töredékét annak. Mert ugye erről már beszéltem, hogy a régi legelő, amin a jószág élt, az az erdő volt. Vagy utána az fás legelő, nem a puszta legelő, amin sokkal nagyobb tömegű takarmány terem meg az állat, legelő állat részére is, mint a puszta legelő. A puszta legelő az újkornak a produktuma, de Nyugat-Európában is az erdőben éltek az állatok. És akkor az erdőt elveszik, erről beszéltem múlt órán is, óriási ellenállásba ütközik, amit nagy karhatalommal vernek le a földes urak, a festeticsek kivégzik a csurgó jobbágyaiknak, a vezetőit, akik nem akarják átadni az erdőt. Tehát a magyar puszta egy egyoldalú és rossz, exportra termelő nagybirtokos érdekekben születik meg, és válik a magyarság szimbólumává. Joggal válik. Joggal válik, mert ez a kép is mutatja, hogy itt valami nincs rendben a magyar társadalom fejlődésben. A puszta kialakulása természetellenes. És minden nagy üzem, mezőgazdasági nagy üzem, az önmagában nem csak a társadalmat rombolja, hanem a környezetet is. Az kettő összefügg. A környezetet csak akkor tudom rombolni, ha a társadalom egészséges igazságérzetét legyőzve egyoldalú csoport érdekekben kisajátítom a földet. Hát gondoljunk a braziliai őserdőkben. Amíg ott az őserdőben emberek éltek, azok védték a természetet. Testvérnek tekintették az állatokat és a növényeket. Ma a magánbirtokba kerülve akár 100 hektárokat is kiírtanak, és olyan mennyiségbe folyik a őserdőknek a kivágása, hogy az veszélyezteti már az a földnek a légkörét. Miért lehet megcsinálni? Azért, mert olyan jogrend alakult ki, hogy ezt meg lehet csinálni. De kicsiben itt hasonló történt, ugye. Az állatfajtákról is annyit, hogy a régi magyar állattartás egy fővonását, hogy megint kiemeljem, a 19. század elejéig, 18. század végéig ezek a magyarországi állatfajták nem szorultak arra, hogy takarmányt termeljenek nekik. Tehát téli-nyári erdei legeltetés, ártéri legeltetés ki tudta hozni őket a téli ugye, vegetáció szünetben is. Kiemelten nagyon szép adatokat, írásbeli dolgokat találtam erre, hogy télen, mikor megfagy a sásnak, a nádnak a zöldje, akkor még arra is rá lehetett hajtani az állatokat, nem is szólva a ágakról, a lombtakarmányról, ami egész Európában rendkívül fontos volt, ma szinte sehol se használják már Magyarországon. Ezek a fajták tehát erre alakultak ki. A szürke magyar marha az európai marhafajták közül egyik legnagyobb testű állat, teljesen meg tud élni takarmány készítése nélkül. Ahogy elveszítik a erdőket, a dunántúli falvak, ahogy kipusztásodik az alföld, úgy egyre nagyobb igénye lesz annak, hogy ezeket télen valamivel takarmányozni kell. Nagyon sokáig megmaradnak az ártereknek a téli legeltetése, előbb eltűnik az erdős területeknek a nyári legeltetése, és aztán a mezőgazdasági termelés, tehát a buza, árpa, ról, stb. Termelésének a melléktermékei, a pejva és a szalma az lép helyébe ennek a régenben természetes táplálkozásnak, és megindul a takarmánytermesztés. Most ez a fajta szürke magyar marha lassabban fejlődött, mint a svájci, például Berni, Simmentali és egyebek, nem is szólva Holstein és egyéb lapánymarháktól. Lassabban fejlődött, de ellenállóbb volt.
a húsa viszont sokkal finomabb volt, és ezért még nyugaton átálltak a tejtermelő fajtákra, nagyon sokáig még mindig Magyarországról exportált szürke marhát tartották a hús, van a legjobbnak. Ma is sokkal drágább a szürke marha húsa. Sokkal közelebb áll a vadállatok húsához, finomabb a rostja. És én beszéltem svájci marha kereskezőkkel, akik ezt részletezték nekem, hogy ez mennyire más, annak a húsa. Ma ott tartunk, hogy szinte kipusztultak ezek a szürke marhák, most újra kezdik szaporítani, és egy szürke marha borja az 4-5-ször annyit ér, mint egy a vásáron, mint egy Holstein Fries vagy egy magyar tarka. A váltásról talán nem beszéltem, hogy hogyan kerül aztán ez a lassan, hogy így mondjam, a kihaló állatoknak a listájára. Először a nyugati példákon lelkes magyar földesurak akarnak tejtermelő gazdaságokat, sajt üzemeket, Schweizerhofokat létrehozni, de nem sikerül nekik, mert nincs Magyarországon igény, ekkora, nem tudják eladni a sajtot és egyebet, de itt bejön a svájci marha, és azt a német telepesek karolják föl, és kialakul a kettő kereszteződésében, a szürke marha és a svájci piros tarka fajtákból a magyar tarka, főleg a bonyhádi fajta, ami az egész dél-dunántúli németségnek egyik fő jövedelmi forrása lesz azután, hogy már a bort, dohányt nem tudják eladni. Ez párhuzamosan megy azzal, hogy a mezőgazdaságban még a nagyüzemeknél is, a nagybirtokosoknál is egyre nagyobb szerepet kapnak a nehéz lovak, és az ökrök kevésbé lesznek fontosak, mert az ökörnek viszont ez volt a legjobb, a szürke marha, és nagyon sokáig a dunántúli nagybirtokok, eszterháziak is, tudjuk, az Alföldről hozatták mindig a tinókat az ökröknek, hogy az ökörhajtással, ökrök fogatolásával végezték el azt a munkát, amit egyre több helyen már aztán lassan a 20. században traktorok és gőzekék váltanak fel. Tehát egyszerre két oka van, vagy három oka van a váltásnak. Egy, hogy gyorsabban fejlődik, tehát előbb lehet eladni a piros tarkát, vagy a svájciakat. A svájciak túl igényesek voltak, a szürke magyar marhával keresztezett az ellenállóbb és jobb volt. Tehát gyorsabban fejlődött, hamarabb lehet pénzé tenni a szaporulatot. Másik az, hogy közben a igaerőben nem volt már annyira szükséges a szürke marha, és a harmadik pedig kifejezetten a tejtermelésre specializálódó gazdaságoknál ez volt a legfontosabb. A szürke marhát nem azért volt kevés telje, mert ez olyan fajta, hanem egyszerűen nem erre választották ki. Egyébként azt a kisebb mennyiségű tejet, amit ad, az zsírosabb és jobb tej, mint a piros tarkái vagy a svájciaké, nem is szólva a fekete-fehér Holstein, ami a legtöbb tejet adja, de a legkevésbé zsírtartalmú is, más összetevőkben is szegényesebb. A TS időkben ezeket szaporították el, mert ez adja a legtöbb tejet. De hát ezekről már nem is legeltették, ezek ott álltak ugye a listálóba, és mesterségesen táplálkozták őket. Ha meg akarunk maradni a gazdaságilag, akkor vissza kell térnünk az ellenállóbb, és most parlagon lévő és rosszul kezelt földeknek a legeltetésével föl lehetne nevelni a mi hús és mi tej szükségleteinket is. De nagyon rohamosan fogyott a magyar állatállomány, és ma is fogyásban van. Alig negyede van már annak az állatállománynak, amelyik a 80-as évek végén volt. De nagyon örvendetes, hogy a szürke magyar állomány szaporodik. Egyre több helyen lehet látni szürke marhákat, amelyek a gépekkel már nem művelhető területeken legelnek, és így úgy látszik, ebben a területben visszaáll egy kis egyensúly felét mutat ez a fejlődés. A lovakról csak annyit még ez ismétlésképpen is, hogy a honfoglaló magyar lovak nem voltak egységes fajtához tartozóak. Az előkelőbbek nagyobb testű
lovakat használtak. A köznép is az, ami a lovas harcmodorhoz szükséges, kis termetű, ugye parlagi lovak, ezek a 19. század elején tűnnek el szinte nyomtalanul, és megmaradnak ennek közeli rokonai, a úgynevezett hucul, székelyló, ukránló, kazak lovak és egyebek. Ezek rendkívül igénytelen, kitartó állatok voltak, akik abrak nélkül tudták végig harcolni egész Európát, ha arra volt szó. Ezeket alacsonynak tartották a huszárság részére, és ezért megtiltották, erről beszéltem a múlt órán, hogy ezeket szaporítsák, tehát állami ménytelepek nagyobb testű arab és angol félvéreket hoztak be, és csak egy bizonyos marmagasság út felett vették meg a parasztoktól a csikókat, és ezzel a lótenyésztésnek egy meghatározott irányt adtak. És így eltűntek az, a kistermetű parlagi lovak. Még nagyon szép adatokat találtam a levéltárokban, hogy ezek egész télen kint szabad ég alatt voltak, ott táplálkoztak, de megküzdöttek még a farkasokkal is, mert az ilyen köröző leveleken, amikor lopott lovakat kerestek, akkor nem egyen volt rajta, hogy a marja vagy a hátulja farkas harapástól jegyes, vagyis túlélték a farkas támadást. Öregek emlékezete szerint, ha egy farkas megtámadott egy csikót vagy egy kancát, akkor a többi ló oda összefutott és megvédték, és legázolták a farkasokat is, hogyha nem voltak nagyobb csapatban. Tehát ezek eltűntek, és most egyes lótartók próbálnak, főleg ilyen hagyományőrző lovashíjász és egyéb egyesületek kazaklovakkal, huculovakkal, morvai lovakkal próbálják ezt a fajtát fölhozni, amelyik nem annyira mutatós és magas, de nagyon edzett és nagyon rendkívül rendesen jó tanulékony lovak. De ez egy egészen más idomítási módszer kellett, amit mostanában a lovas sportban propagálnak egy amerikai, félig indián, félig cowboy által szelid ló idomításról beszélnek, holott ezt a 18. század végén egy magyar már megírta, és ezt annak idején a lovasság gyakorolta is, ami nem a dresszúrán, hanem egy együttműködésen alapszik. Nagyon érdekes, hogy a Magyarországra látogató külföldiek hányszor írnak arról, hogy a magyar gazda a lovával úgy beszélget, mint a barátjával. Ugye, akik kénytelenek voltak ugye, a vasút híján sokat utazni Magyarországon postakocsikkal, és olyan rendszer volt nagyon sokáig, míg a postakocsi hálózat ki nem alakult, hogy a jobbágynak kötelessége volt egy bizonyos távolság a saját határán belül szállítani az idegeneket. És akkor átadni a következőnek. Ugye, tehát nem egy-két hivatásos kocsissal, hanem sok gazdával is találkozott a Magyarországon átutazó, és ez mind kiemeli, hogy hát beszélget a lovával, és elsősorban azzal, arról gondoskodik, amikor pihenő van, és csak utána gondol a saját kényelmére, hogy milyen különös ez a viszony a magyar lótartó és a magyar állat között. De ez talán jellemezte egyébként is a magyar gazdálkodást, hogy nem annyira a haszonelvire uralkodott az állatokkal, hanem mint ahogy a természettel és az együttműködést kereste. Ez egy furcsa aspektusa az állattartásnak, de létezett és leírták, és kár, hogy ezzel nem foglalkozott azóta a tudomány. A ló anyag, tehát részben magyar eredetű, de már magasabb ló fajtákkal, kitenyésztett magyar lófajták, a gidrán, a nónius és egyebek ugye világhírre tettek szert, mert nem voltak annyira kényesek, mint a arab és angol telivérek, és hát viszont nagyobb testűek voltak a parlagi lovaknál. És ez a parasztságnál terjedt, és több helyen kiszorította az ökröket. Általában azt mondhatjuk, hogy a 18. század végéig, 19. század elejéig szinte kizárólagosan a mezőgazdasági munkát néhány hegyi falutól eltekintve, az mind ökrökkel végezték, és akkor jön föl lassan az ló, de az uradalmakban a 20. század közepéig is megmarad, és néhány területen az ökrök mint fő munkaállatok. A disznókról is röviden csak annyit ismételek meg, hogy
ezek a régi parlagi, réti, szalontai disznók is lassabb fejlődésűek voltak, teljesen megéltek a takarmány nélkül, mert mindent megettek, ugye a disznók az mindent evők. Említettem, hogy a nagy szárazság idején, mikor a vízberendezések hatására és egy rendkívüli száraz évjáratban, egész Európában éhínség volt, az Alföldön levágták a lovakat, hogy a legalább a disznókat megmentsék, mert a disznóhús, vagy a lovak megették a disznóhúst. Mindenfajta húsfélét is megett. És hogyha ő egy ilyen ártéri területen figyeljük ezt az állattartást, látjuk, hogy periódikusan más és más volt a fő tápláléka a disznókondáknak. Ha érett a makk, ugye ősszel, akkor makkra mentek. Tavasszal az áradás után a ártérre hajtották, a kimaradt apró, a főmederbe vissza nem jutott halakat ették. Tehát fehérje táplálékban is bőven el voltak látva. Túrták a leapadt vizeknek a különböző növényi gyökereit, a kákától kezdve, a gyékényig és a súlyomtól kezdve a nád gyökereig, ha másban már nem volt, legelték a füvet, és rengeteg gyümölcsfa, ami az ártéri erdőben volt, annak a termésének, és nagy része, amit a emberek nem szedtek össze, nem aszaltak meg, vagy nem csináltak ecetet belőle, azt mind az állatokkal etették föl. A 18. századtól kezdve jön a Balkán felől az a úgynevezett Mangalica, ami részben kereszteződik, és részben kiszorítja a réti, a bakonyi és egyéb disznókat. Ez egy kicsit igényesebb, de ez is még egy régi fajtának számít, és tudjuk, hogy az egész Mediterránumban ennek a húsát becsülték a legjobban. Hiába terjedtek el az angol húsertések, a Berkshire, Yorkshire és a többi gyorsan fejlődő és sok malacot hozó, hát istálon ólba tartó disznófajták, a híres spanyol sonkát, amit ugye úgy árulnak a boltokban, hogy az ember kiválasztja a lógó sonkák közül, az még mindig a Mangalica jellegű disznókból van, és az Magyarországnak egyik fő exportcikke lenne, hogyha a disznóállomány is nem alakult volna annyira át, hogy egy Mangalicáért most is többet fizettek, mint egy angol húsertésért. De ha az följönne, akkor ez tényleg egy olyan hungarikum lenne, ami a mediterránum hagyományos régi húsételeinek az ellátását magára tudná venni. Aztán a húsertések elterjedése az már szinte a 20. század, és most újabb fajták terjednek el, ugye Vietnám és egyéb csüngőhasú disznók, amelyek még gyorsabb fejlődésűek, tehát jelentéktelen a húshozamuk mennyiségre, mondjuk egy kifejlett mangalicának, ami elérheti a két mázsát is akár. Régieknél azonban nem ízlalták ilyen nagyra, csak ólban lehet kukoricával fölízlalni, elsősorban erdőn, a makkottatással hízlaltak, és amikor hazajöttek, akkor az volt a hagyomány, hogy egy darabig kukoricába letették, hogy a szalonnája ne legyen olyan puha. Ezt több helyen is még emlékezetből föl tudtam jegyezni, hogy ha makra hajtották a disznókat, akkor pár hétig levágás előtt kukoricába letették, akkor keményebb lett a szalonnája, jobban lehetett használni. Ma a vietnámiak terjednek falun sok fele, nem nagyon örül neki senki sem, csak aki használja, tartja, mert az is mindent megeszik, és nagyon gyorsan fejlődik. Van egy barátom, éppen most beszéltem vele telefonon, ő a Gemenci erdőbe természetőr. Főső Barnabásnak hívják, és meglátogattam őt Ések Csanádon, ahol a kis háza van. Ilyen tréfás ember, és ki volt írva az új kis telepére, ahol mindenféle hazai állatfajtát tartott, kiírta nagy bötükkel. Itt a disznó kivételével minden állat magyar. Tessék, átküldt értelemben. Tényleg ott a parlagi magyar kacsa, liba, nyúl,
disznó is volt ott, de volt csüngőhasú disznója is, hát erre értette, hogy az nem magyar, a többi mindenki magyar. A juhokról egy kicsit többet kéne beszélni, arról nem beszéltem múltkor. A úgynevezett rackajú, ez a pödröt szarvú, annak a szőre durvább, de ebből készültek a szűrők, pokrócok, annak idején a kalapok, minden ebből készült. Ezt szorítja ki aztán 18. században a Nyugat-Európában, elsősorban Spanyolországban kitenyésztett merinók, aminek úgynevezett fésűs gyapja van, nagyon finomabb a gyapjúja, és a modern kamgárn és egyéb szövetek, gyáraknak a szövetei már ebből készültek, és ez visszaszorította a rackákat, amelyekből szűrt bundát, egyebeket lehetett csak csinálni. Egyébként ugye Erdélyben ezek a havasokra följáró berszán vagy birszán juhok, amik ennek a rackának egy változata, az is átalakult lassan a fekete pofájú cigája nevű fajtával, de ott a merinok még nem terjedtek el annyira, mint az Alföldön és a Dunántúlon. Majdnem minden földesúr igényelte a merinó juhat, hogy hát az ő jövedelméhez ez nagyon jól hozzájárult. A parasztság körében később terjed el, és akkor megjelennek a úgynevezett magatarti juhászok, akik nem földművelésből jöttek, hanem nagy állománya rendelkezve, illetve most már érdekes módon a magyar nyelv juhnak ezt a régi fajtát nevezte, ez a merino, ez birka. Ebben van megvetés van, ugye ez buta állat, ez nem olyan okos, mint a... De hát ezek terjedtek, mert jobb volt a gyárak ennek a gyapját igényelték. De hozzá kell tennem azt, hogy a jú után, különösen a birka után, amikor jellegzetes szaga van, a másik állatok nem legelnek. És ez a 19. század elején óriási ellentétet szült. Falvakon belül voltak a birkatartók, és voltak a egyéb, nem birkatartók. És küzdöttek, még verekedésekig, és gyilkosságig mentek a dolgok, mert ha szaporította a birkanyáját, akkor, és azt ráhajtotta a többi állatnak a legelőjére, akkor ebből konfliktus támadt, mert nem legeltek utána, úgy, ahogy a disznó után sem nagyon szeretnek a lovak és a marhák legelni. És akkor drámai leírások volt, mint az olasz városokban, a Róma és Júlia ugye, történetében ismerjük, hogy egymással szemben álló családok ártanak egymásnak, ahol csak lehet. Itt a birkatartók és a nem birkatartók között volt egy ellentét. És ez a birkatartás, ez szinte mai napig kihozott egy, most már, még most is tapasztalható, hogy vannak ilyen birkatartó gazdák, akiknek nincs saját földjük, hanem mindig bérelnek legelőket. És főleg a nagy gazdáktól, a nagy üzemektől, amikor egy nagy kukoricatáblát a kombány learat, rengeteg maradék van ottan, és nagyon óvatosan kell ráhajtani a birkákat, mert úgy megzabálják magukat, hogy beledögölnek. Annak idején 70-es, 80-as évek a TS-eknek a tarlóit és kukoricás tarlóit legeltették ezek a magatartik, így nevezi a magyar nép, magatarti juhászok. De mondták, hogy nagyon óvatosan kell, mert nem megzabálja magát a juh, és akkor fölfordul. Annyi maradott a kombánynak a aratása után. Minden esetre nagyon nagy területeken lehetne tartani Magyarországon, olyan területeken birkát, ahol most használhatatlan a terület. De hozzá kell tennem azt, hogy a birka, de főleg a kecske, az nagyon pusztítja a fát. Ugye a régi legelők, és nagyon fontos volt a fa, és a kecskék azok föl tudnak mászni még a fára is, régi kecskék. Hát röviden az állattartásról ennyit még, de mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy lúdtartás, a tyúktartás is nagyon jelentős volt Magyarországon, és talán említettem, hogy Kína után a legnagyobb tollexportáló ország
19-20. Század folyamán Magyarország volt. Rengeteg, főleg vízes területeken, egy gazda száznál több libát is tartott, ludat tartott, amit ugye kopasztottak, és ez nagyon értékes volt a európai piacon, Dunákba, Párnákba tették, és később a lőport gyártásnak állítólag nagyon finom lőport lehet előállítani ennek a faszénhez hasonló elszenesített lud tollból. A kevesebb jelentősége volt például a házi nyúlnak, de egy bizonyos területeken a 20. századra a bányászok körében, akik ugye földdel jóformán semmit nem rendelkeztek, például Dunántúl déli részén, Komló környékén, nagyon nagy számú volt a nyúl, amit főleg az olaszok vásároltak föl, de abban is kialakultak ilyen magyar házi nyúlfajták. Később jelentkezik aztán az angóra nyúl, ami nem jelentőséget nem kap a magyar állattartásban. Néhány szólt a bivajról, néhány területen nagyon régóta van bivaj, főleg ugye lent Erdélyben, Kalotaszeg és egyes székekben van bivaj, de a Dunántúlon is tartottak a földesurak bivajokat. Elsősorban bivajökröket, tehát szántásra, de fejni is nagyon jó, nagyon zsíros teje van. Nem adani itt, mint egy magyar tarka, de nagyon zsíros, tartalmas, kékes fényű tejet ad, aminek a tejfőle olyan, hogy kenni lehet, mint a vajat. A honfoglalás idejéből vannak adatok arra, és csontokat is találtak, és a török idők alatt is, hogy teve is előfordult a magyar gazdáknak a kezén. Lehet, hogy a honfoglalás idejében is volt valamennyi teve állomány, a teve nagyon igénytelen állat. És hát a szamár is nagyon fontos volt egyes vidékeken, amit nem csak igázásra, teherhordásra használtak. Próbáltam utána járni, hogy mennyiben legenda, az mennyire nem, de állítólag a szamár zsírból lehet a legjobb süteményeket csinálni, hogy a budapesti cukrászok olyan vidékekre, ahol szamarkat hízlaltak, és érdekes, hogy ilyen módon szinte tájanként van egy-egy falu, ami arról híres, hogy ott szamarakat tartanak. Hogy oda mentek, és ott a hízott szamarakat vásároltak. Egyébként a juhászok használták legjobban a szamarakat. Ezek a vándor, magatartó juhászok, akik néha több száz kilométert megtettek egy esztendőbe, bérelt legelőről legelőre mentek, ott egy-egy ilyen 200-300, még esetleg még több jubuláló falkához 2-3 csacsi is tartozott, amelyik együtt ment az állatokkal, föl volt a málházva, a hátám ott volt a juhásznak mindene, a konyha felszerelése, bundája és egyebek, és ha megálltak, akkor onnan levette, és ugye hát az ott abban a holmiba tanyázott. Ez a szamár tartás, itt Nógrád megyében Buják volt híres szamártartó, vagy a Dunántúlon Tamási mellett egy német faluba voltak szamarak, amiket ahol ha valaki szamarat akart vásárolni, akkor oda ment el is, megvásárolta. Az állattartás az európai mezőgazdasági kultúrában ugye a munkaállat biztosítását is jelentette, tehát a szántó erőt ugye az állatok adták. Elsősorban az ökrök, későbbiekben pedig ugye a ló. Ez a ekis földművelés, tehát föltételezi a háziállattartást. A 16. századtól kezdve fokozatosan Európába, de Magyarországon 18. században bejönnek a keletről hozott kapásnövények, amelyek szerves részévé válnak a magyar mezőgazdaságnak. Ugye Amerikából, az új világból jön a dohány, a kukorica, a burgonya, és egy sor kertészeti növény, a paradicsom, a paprika, az a baba, amit ma fogyasztunk, ezek mind Amerikából jött be.
és ezek nagyon gyorsan elterjedtek, két úton jöttek Magyarországra. Elsősorban a délről, néha török közvetítéssel, például a dohány és a kukorica, mert mi dohánynak mondjuk a dohányt, és aki nyugatról jött, az tabak, ugye az a másik elnevezése a dohánynak. Mi a töröktől vesszük át a dohányt, és azt termeljük, ahol tulajdonképpen azzal tanuljuk meg a nagyobb, a kisméretű, mert régebben is volt kis kertészkedés, elsősorban a káposztaféléket tartották a magyar parasztságnak a körében a legfontosabb kerti növénynek, és nem is alap nélkül, mert a káposzta, a savanyú káposzta megőrzi a C-vitamint, és azt a pótolja azt a C-vitamint, amit a téli táplálkozásban zöld növényekkel nem tudunk pótolni. De viszont a káposztához elég volt egy cseréptál, amiben elültették a magot, és utána kertbe kiültették a palántát. De amikor a dohány bejön, és a kukoricát azt nem kellett előcsiráztatni, az késő vetéssel akkor nem fagyott el, de a dohányhoz feltétlenül már meg kellett kezdeni azt a fajta kertészkedést, ami hát, ha nem is üvegház, de palánta nevelő meleg ágyakat igénye. És a dohányon keresztül tanulja meg a magyar nép, aztán a paradicsomnak, a paprikának a nevelését is. A dohánynak ugyanis nagy ára volt már a török időkben, a katonaság elsősorban az igényelte ezt a kábítószert, de később exportálni is lehetett, és Magyarország elég sok dohányt exportált délfelé, elsősorban Olaszország és irányába. De a dohánytermelés tehát a török időkben már elterjed itt, és elsősorban ilyen végvára környékén a végvári katonáknak a kertjeiben tűnik fel, mert hogy saját maguknak biztosították a dohányt. A dohány az kifejezetten ilyen férfias, katonás élvezeti cikk volt, és ezért hozzátartozott ugye a tekintélyhez. Akkor is, hogyha nem szerette volna, hát egy valusi bíró, hát csak akkor volt igazán tekintély, és a szájába lógott a pipa. De a végvári katonák rengeteg dohányt fogyaszthattak, és ilyen kicsi cseréptipipipák tömege került elő végvára környékéről. Hát egy külön ipar alakult ki, ezek ilyen egész pici és ilyen rövidszárú, nem ezek a hosszú tajtékpipák voltak, hanem cseréppipák voltak. A népkörében egy darabig ellenállásba ütközött, az egyház is próbált ellene föllépni, és hát ismerünk rendelteket, hogy kitiltották a templomból a dohányzást, annyira elterjedt. De utána, mint nagyon jól hasznosítható és nem romló áru, fontos kereskedelmi cikké vált. A kereskedelmi cikknek ugye egyik legfontosabb ismérő az, hogy ne romoljon meg a raktáron. Hát az bizony gabonák esetében is sokszor megcsirázott, ha nem tudta jól elvermelni a gabonát. A dohányt viszont megszárították, akkor ha éppen nem kapott esőt, akkor az nagyon jól lehetett raktárra is termelni, és akkor eladni, amikor a legalkalmasabb volt az idő. Dohány egyszerre az ország különböző részén, Sárvártól kezdve a Dunatisza közéig és még Erdélybe is, különböző fajtái terjedtek el, de elsősorban a kislevelű dohány, és csak később, mikor már nagyobb mennyiségben exportáltak, akkor terjedtek el ezek a nagylevelű dohányok. Rengeteg munkát adtak, és ezért a 1767-es urbéri elkülönzésben kisemmizett és a közös föld használattól részben megfosztott zsellérek, földtelen, tehát nem jobbágyok, hanem földtelen falusi embereknek ez egy nagyon jó jövedelmet biztosított. Ezek voltak a kukások, úgy nevezték őket, arról a kukáról, amivel a dohány füzéreket a szárításra, zsinegre fölfűzött dohányt ugye kiakasztották olyan kampókkal az oszlopokról. Egy nagyon érdekes társadalmi fejlődést is rejt. Ez ugye a temes köz nagyon sokáig nem került
a vármegyei szerkezetbe, tehát magyar közigazgatás alá, az külön Temesi Bánság néven, ugye először aztán az első nagyobb kormányzója Merci Florimondus volt, oda magyar ember be nem tehette a lábát. Volt ott olasz, francia, szerb, román, szlovák, lengyel, de főleg német jobbágy, akik jobbágytelket kaptak, magyar embert oda, aki magyarul beszélt, 1779-ig be nem engedtek. Akkor került vissza a vármegyei rendbe, vagyis a magyar királyság fennhatósága alá, addig külön volt. És ott volt a Temes köz határán Szeged, egy rendkívül életerős. Azt lehet mondani, hogy a népi kultúra tekintetében és dinamizmusban az lett volna az igazi magyar főváros Szeged. Rengeteg népfeleslege volt. Mert a többi alföldi városa szembe a szegedi nép az valahogy megtartotta azt a falusi közösséget, ami a falura jellemző. Ugye említettem, hogy ezek a mezővárosok, amelyek a 13. századtól kezdve alakulnak ki a összefutott falvakból, ez a pusztásodás révén, ezek életképtelenek demográfailag. Tehát mindig kellett, hogy valahonnan jöjjenek fiatal emberek a falvakból, hogy a létszáma fennmaradjon. Szeged ellenkezőleg. Szeged rendkívül expanzív volt, rengeteg gyermek volt, és Magyarországon két helyen van a gyermek örökbefogadásnak népi hagyománya, az egyik a Gyimesek, a másik pedig Szeged. Ahol egy gazdagabb, kevesebb gyermekkel rendelkező család a rokonságában lévő sok gyermekes családból elvállalt két-három gyermeket nevelésre, különösen akkor, hogyha nem volt fia, hogy a nevét ne adják a kutyáknak, hát a fiút vállalt föl, és nevelte föl. Ez máshol nagyon elvétve van csak az országban. Tehát nagy népfeleslege volt, és mikor 1779 után megnyílt a Temesi Bánság területe, akkor már ők lementek oda, de mint jobbágyok földet nem kaptak, de vállaltak dohánykertészkedést, amikor nagyon, nagyon nagy divat volt, vagy nagyon nagy szeme volt, nagyon jól el lehetett adni a dohányt. És a földes urak, akik azért óvatosan bántak a földdel, nem mindet adták ki jobbágytelekbe, hanem majorságot hagytak maguknak, azokon nagyon kedvező körülményekben alkalmazták ezeket a szegedi kukásokat. Például kapott 25 holdat, azzal a föltétellel, hogy 5 holdat dohánnyal vett be, és a dohányt neki adja el. Egyébként használja a 25 holdat. Ez rendkívül kedvező lehetőség volt, de úgy látszik, jól jött ki a földes úr is ebből, tehát kikészítve, bálázva, összekötve, ott volt annak a megadott dohányterületnek a teljes termése, és ez szinte kedvezőbb volt, mint a jobbágyságnak a helyzete ott. És ezért sorra mentek le a szegedi szegények, hogy kukásokká, bérlőkké váljanak a Temes közbe. Igen ám, de 1851 után, 1848-ban ők nem kapták meg ezt. Ez nem jobbágyföld volt, ez alodiális föld volt. Úgyhogy egyszerre kisemmizték őket, egy darabig még, mint bérlők dolgozhattak, de utána befellegzett a dohánypiacnak, és egyszerűen elkergették őket. Palavicini uradalom például, akik ott házat építettek, ott laktak, ilyen kukások, elűzte őket, nem mentek el, hajdúival kiment, és rájuk döntötte a tetőt. Ugye ez az önkényes eljárás, ez mély nyomot hagyott az ottaniakban. És a szegedi néphagyomány, ami igen gazdag, főleg vallásos néprajz területében, ezekben a szegedi kirajzásokban élt tovább. Majd mikor népköltészetről beszélünk, akkor említeni fogom Kálmány Lajost, aki egy ilyen szegedi kirajzásnak volt a papja, közeli
Szegedhez közeli ilyen telepeken, több helyen is szolgált, mint plebános, és összegyűjtötte a szegedi néphagyományt. Rengeteg mesét gyűjtött, népszokásokat jegyzett föl. A 19. század végén, a 20. század fordulóján Kálmán Lajosnak a gyűjtés egyik legnagyobb, leggazdagabb gyűjtés. És ez mind a szegedi népről szól, aki a dohánytermelés révén rajzott be Petemes közbe, és ott szegényé vált a dohány divatja után. Még szerencsére akkor indulnak meg azok a végeredményben káros vízrendezési munkálatok, de elkerülhetetlen volt, ha egyszer megkezdték, akkor ezt kellett csinálni, hogy oda menekültek, kubikusokká lettek. Úgyhogy egykori dohányosok nagy része kubikussá lett, és aztán, amikor a kivándorlás megnyílt, akkor tömegesen vándoroltak ki Amerikába. A dohánnyal tanulják meg a meleg ágy készítését. Ugye a szabad ég alatt már trágyából lágyásokat készítettek, abba vetették el a dohánymagot, és akkor kikelt, ha mégis késői fagyok jöttek, de általában éjszakára ennek a veszélye, ha fennállt, akkor egy jékeny lepedővel, egy jékeny fonattal letakarták. Nem volt ez még üvegház, de az éjszakai fagyoktól ezzel a jékénnyel le tudták védeni, mert alul a bomló trágya megfelelő hőmérsékletet is biztosított. Ez az az eljárás, amivel aztán később a paprika meg paradicsompalántákat is lehetett szaporítani. És ezzel az egész országban, ahol erre alkalmas volt a hely, érdekes árterületeken elsősorban, ahol a nedvesebb légkör a palánta fejlődésnek, a zöldségtermések jobb feltételeit adta, mint a szárazabb, magasabb részeken. És kialakulnak a magyar, elsősorban a paprika termesztésnek a híres körzetei. Szeged az egyik, ugye? A másik a Duna mentén a Bogyiszló, és részben Vaja, de Bogyiszló, egy árterületben mellé végi református falu. Akkor Siósárvíz mentén például a Cece, ugye ezeket mind úgy emlegetjük, mint a különböző hazai körülmények között kiválasztódott és kialakult paprika fajtáknak is névadói, a cecei paprika, bogyiszlói paprika, aztán Szegeden különféle más. És ezek nagy területeket láttak el paprikával, azzal könnyebb volt, mert nem kellett abból tömeg. De előtte viszont káposzta termelésre ugyancsak az ártérben voltak lehetőségei a lakosságnak. Például a Baja környéki, Baja Szent István környékén a első tavaszi árhullám után levonult holtmedrekben, az iszabba ültették a káposztát, és akkor egy nagyobb körzetnek, egy 25-30 kilométeres körzetben káposztával ők látták el. Tehát nem véletlen, hogy az ártereken már a kertészkedésnek ilyen hagyományai volt, amit most átállott elsősorban paprika termelésre. Paprikának óriási, gyors fölfutása volt, ez is ugye új világból jött növény volt, de Magyarországon mint gyógyszer, és a későbbi kutatás kimutatta, hogy valóban a paprikában nagyon hasznosan és sok, nagy mennyiségben van C-vitamin, Szent Györgyi Albert is kimutatta ezt, hát ez nagyon fontossá vált önkéntelenül is, és a paprika fűszerezés valahogy magyar sajátságá lett, de elsősorban az Alföldön. Erdélyben azt, amit mi a magyar, a kis Magyarországon használunk, azt még mindig borssal helyettesítik. Tehát egy 20-30 évvel ezelőtt egy erdélyi vendéglőben ott a só mellett nem paprika volt, mint nálunk ma vendéglőkben, hanem bors. Tehát látszik, hogy elsősorban az Alföld területén nyomul előre ez a paprika termesztés, és aztán világhírűvé válik, és innen aztán viszik ezt a fajtákat és a fűszer készítési módszereket is Spanyolországtól kezdve több más helyre. És érdekes kapcsolódás van itt, az állattartás, a húsfeldolgozás, a paprika termelés között. Elsősorban
Például Szegeden, ahol nagy mennyiségben szárítottak halat, a holtágakban is tiszába fogott halat olyan nagy mennyiségben fogták ki, hogy azt eladni, mint nyers árut nem lehetett, hanem meg kellett szárítani. És a szárítás úgy történt, hogy úgynevezett halhasító tanyákban fölbontották a halat, felvágták, besózták és szárították. Ezek a halhasító tanyákon ezt a kidobott belet, fejet, meg egyebet, amit nem akartak megszárítani, azon hizlalták a disznókat. És a disznó húsát pedig egy olaszországi technológiának a kiegészítésével, paprikásan készült a szalámi. Tehát így függ össze a halászat, a disznótartás és a paprika termesztésnek, mint egy ilyen központja a Szeged. Aztán a szalámi, ugye ez egy sajátos erjedésen megy keresztül ez a húskészítmény, ennek valószínűleg az eredete olasz, de Magyarországon ez kialakul egy sajátos változat, ami azt hiszem most hungarikumnak deklarálhattak. De ezekkel a újvilági növényekkel más is jöttek be, bizonyos tökfajták és a ma használatos bab is onnan jött, és az nagy jelentőségűvé vált városok környékén is, ahol a polgárság elsősorban ugye arra törekedett, hogy vagy gesztenyést, például Nyugat-Magyarországon, Sopron, aztán Kőszeg környéke, vagy Pécs mellett Pécsvárad, Zengővárkony, a gesztenyét törekedett vásárolni magának, vagy szőlőt, ugye? És a szőlőben, a szőlősorok között virágzik fel ezeknek a baboknak a termesztése. Nem hiába nevezik például a soproni polgárokat Ponzichternek, ez Bohnenzüchter, vagyis babnevelő, ugye? A bab aztán a kukoricának a köztes növényeként az egész országban elterjedt. Tehát mikor még nem ekekapával kapálják a kukoricát, hanem kézi erővel, akkor a sorok között ott volt az a bab, amely nem futott föl, de bokorbab, ami nem futott fel a kukoricára. Ez biológiailag nagyon igazoltan kiegészítik egymást. A pillangósok, mint a bab is, az nitrogént köt meg, és azt a kukorica hasznosítani tudja. Tehát ha a kukorica között bab van, akkor a kukorica abból nyer. És a bab is nyer. Tehát ez a biodiverzitásnak a törvényszerűsége. Ha több fajta kerül egymás mellé, akkor az egyes fajták többet hoznak, mintha csak homogén, egyforma növény kultúra lenne ott. A babnak óriási jelentősége van, mert növényi fehérjét tartalmaz, tehát majdnem úgy húspotló. És főleg a legszegényebbeknél, a uradalmi cselédeknél, ahol ugye egy disznót vághattak uradalmi segítséggel, egyébként ugye a fehérjét azt babbal pótolták, tehát nagyon sok babot termeltek így a kukoricák közben. A kukorica az a 18. század legvégén, 19. század elején már elterjed, de szántóföldi művelésbe csak azután kerül. Mégpedig a tavaszi fordulónak lesz egy fontos növénye. Ugye általában elterjed Erdély és néhány felvidéki vidék kivételével a háromnyomásos rendszer, amikor egy falunak a határát három részre osztják fel, az egyikbe őszi kerül, tehát őszi gabona, elsősorban őszi búza, rozs, a másikba tavaszi kerül, zab, árpa, és később a kukorica, és a harmadik terület ugye ugarnak marad, legelőnek marad. És akkor váltakozik. Ami őszi volt, az tavaszi lesz a következő esztendőben, és ami tavaszi volt, az következő esztendőben ugar lesz. Most ez hallatlan jelentőségű volt egy sokoldalú gazdálkodásban, mert csak egyetlen talán említettem, mert annyira fontosnak tartom, és annyira nem beszélünk róla, hogy a tarlót azt nem szántották fel. Most agrokémiai okokra hivatkozva a korszerű gazdálkodó, az mindjárt az aratás után betárcsázza a tarlót, hogy ezáltal összerombolja a hajszálcsövességet, és megőrizze a tajlajnak a nedvességét. Ez az érv. Régen azonban a tarlón egy sajátos növényegyüttes
telepedett meg, amiben úgynevezett tarlóvirág volt a fő. A tarlóvirág egy kicsi fehér virágú növény, ami az egyik legjobb méhlegelő. És régen ez a sokoldalú gazdálkodás ebben is megnyilvánult, hogy a tarlót, mint méhlegelőt használják. És már 18. század végéről, 19. század elejéről vannak adatok rá, hogy ilyenkor az ártérből kivitték a kasokat a tarlóra. És rengeteg mézet tudtak begyűjteni. Ma többször már jártam mai tarlókon, nem találok tarlófüvet. Eltűnt. Egy olyan gazdálkodást folytatunk, ami nem ad teret ennek. Ez is mutatja, hogy milyen sokoldalúan gazdálkodtak régen azok a buta parasztok. Tudtak gondoskodni arról, hogy akkor, mikor cukor nem volt, biztosítani tudták maguknak azt a mézben, azt a cukor mennyiséget, ami hát azért hozzátartozik az emberi igényekhez. Ez a három nyomás ugye az egész határa kiterjedt, kivéve a falu közvetlen határa közel lévő kertészföldekre. Most a kertészföldekről még, hogy miért éppen a árterületen terjed el a kertészkedés, a mikroklimai viszonyok mellett egy másik oka is van. Az árterületekben teleltettek. Amikor a legalacsonyabb a víz, tehát a tavaszi árvíz által eltöntött területeken is télen legeltetni lehet. Na most ezeknek a legeltetett állatokat nem hajtották mindig haza a faluban, néha 15-20 kilométerre is lehettek, tényleg egy sárközi állatállomány, hanem az erdőkben, a teleltető területeken kis, néha mesterséges halmokat emeltek, és ott éjszakáztak az állatok. Most tessék elképzelni, egy 4-5-6 hónapon keresztül minden nap este a szenaszét legelő jószág, ami nem volt össze, ahogy beszéltem az állattartásról, hogy nem voltak közös nyájakba szorítva, mindenki maga tartotta és ügyelte egy kicsit a jószágán. Ezek mindig ott éjszakáztak. Ez a halom, ez tele volt állati trágyával. És amikor onnan a nyári legelőkre elmentek az állatok, ezt a földet használták kertészkedésre. Tehát természetesen megtrágyázott kis területen, és elég magasan volt, körül is volt kerítve, szertejáró jószágtól meg lehetett óvni. Itt ezért az árterületek ugranak ki elsőre az ilyen kertészeti, nagyon tápdús talajt kívánó növényeknek a termelésében. A kukoricateát csak a 19. században kerül a második vetés forgóba, vagyis a tavasziak közé. Addig olyan keveset termeltek, de aztán nagyon sok helyen kiszorít néhány olyan növényt, amit korábban általánosan használtak. Az első, amit itt meg kell említeni, a köles. Ma, akinek nincs savtúltengése, és nem ajánlják neki a köles kássá fogyasztását, az évekig vagy évtizedig nem eszik kölest. Régen a legfontosabb kássafélét a köles jelentette, és valószínű, hogy a korábbi termelésben nagyon nagy mennyiségben szerepelt, talán vetekedett a buzával is. Kölest, van egy mondás, hogy füzet, mint a köles. Tehát bőven terem. Rövid a tenyész ideje, tehát nem kell neki 8-10 hónap, mint egy buzának, amit elvesztek szeptemberben, és ugye learatnak júliusban, hanem van 2-3 éves, hónap alatt megterem. Ahol irtás volt, ahol föltörték az ugart nagyon sok helyen, először kölestve, nagyon sűrűn nő, és kiszorítja egyéb gyomnövényeket is. És a termésének a koptatása, a kölesnek a külső héjának a eltávolítása után nem kellett őrölni, meg lehetett főzni rögtön. Tehát köles kása régen ünnepi étkezéstől kezdve a hétköznapban is óriási jelentősége volt. Nagyon sok helyen az lakodalomnak az utolsó fogása az a tejbe köles volt, amit felszolgáltak. Köles rendkívül tápláló jó növény, és mondom, a magja pedig ezzel a burokkával sokkal jobban eltartható, mint bármelyik más gabonaféle.
nagyon sok helyen pénzt szerepet is betöltött, főleg a 18. század elején a török háborúk után, Kölesbe számolták, mert a Kölest elvermelték, és nem tudom bizonyítani, de úgy tűnik, hogy még éveket is kibírt anélkül, kicsirázott volna. Az a burka, az nagyon keményen tartja, lezárja. Tudják, ugye a papagájoknak Kölest adnak madár étkül, és ha megfigyelik, akkor az megfogja, és így megropogtatja, és itt oldalt kihullik, lehullik az a szinte műanyagszerű, szinte átlátszó vékony héj, és a benne lévő magot fogyasztja csak el, a külső kérgét azt nem. És ez nagyon jelentős volt, tehát a inségtáplálékként is, de Köles kársával és húsos kársa és minden formában ezt nagyon szerették, és nem romlott meg. Tehát a pénzt is helyettesítette. Még egy másik termék volt, ami a pénzt helyettesítette, talán említettem, a viasz. A méhviasz. Az se romlik meg, az évtizedekig el lehet rakni, nem romlik meg. Tehát olyan, mint a pénz, nem penészedik és nem rohad meg. És a régi egyházi büntetés, hogy valaki káromkodott, vagy a templomba dohányzott, akkor elítélték 2 font köles, vagy 2 font méhviaszra. És azt kellett a templomnak adni. A viasznak ilyen szerepe volt, és a egyes hagyományhoz ragaszkodó népcsoportoknál, nem utolsó van a dél-dunántúli beás cigányoknál, mind a mai napig ez megmaradt. A 60-as években láttam egy cigányasszonyt a Gyüdi Bucsuba, így ölbe vitte az összegyűjtött mély viasz gyertyát, és térden állva körül járt a templomot, valami nagy bűnt akart levezekelni, és a kisfia ott kísérgette mellette lépdeset, és néztem, viaszt vitt. Mint egy ősi hagyományként, hogy a templomnak viasszal kell szolgálni. Természetesen nyilván a templomi gyertyákat ezekből az adományokba hozott viaszból öntötték. És viaszból készültek azok az úgynevezett offerek, valaki valamilyen fogadalomból elzarándokolt egy zarándok helyre, mert fájt a lába, vagy megdöglött az ökre, akkor ilyen viaszból a gyertya öntők és mézes kalácsosok azt a formát, amit rendeltek meg, ilyen formák megmaradtak a múzeumokban is, és akkor ezt a ökröt ábrázoló, vagy a sályos lábát ábrázoló, vagy a meghalt kisbabáját ábrázoló kis viasz offert azt a templomnak ajándékozta, és akkor a templom pedig ezeket időnként összeszedte, beolvasztotta és gyertyaként felhasználta. Tehát ilyen kapcsolat van ezek között. A burgonya volt, ami legkésőbb terjedt el. Erősen szorgalmazta a kormányzat is a burgonya termesztést. Elsősorban északon. Északon, ami hát akkoriban, ugye elsősorban a mai felvidékre kell gondolnunk, hiszen a leghűvösebb éghajlatot az tűri el a Kárpát-medencébe. A gyimesekben is pityókát, vagyis krumplit termeltek a hegyekben elsősorban. Már a kukorica nem érik be ott rendesen, és a többi gabonafélének sem alkalmas. És ezért propagálták és próbálták tanítani a burgonya termesztés. Sok félreértés volt, aki megette a bogyóját, és egyebek történtek. De utána északon, és egész Észak-Európában szinte kiszorította a kenyérgabonákat. Ennek a kiszorulásnak az egyik vesztese volt a Köles, és a legnagyobb nyertese pedig a burgonya lett, ami hát egyes vidékeken specializálódott is rá a népesség. A gyimesiek krumpliért cserélték a kukoricát, mert azért a kukoricakását is szerették volna enni, nem csak krumplit. Azt cserélték el Moldvába. De a felvidéki részeken is. De sajnos nagyon hamar elterjedt az is, hogy a krumpliból is könnyebb szeszt csinálni, mint másból. És megkezdődött a krumpli szesz főzés, és a szlovákok körében van egy tandráma, ami a 1840-es években született, amiben hát Senk Palencsni a neve, a pálinka főzés ellen kikelő magyar plebános írta a
a saját hívei számára, hogy ne használják fel a krumplit pálinka égetésen, tegyék el tére, és mikor éheznek, azt fogyasszák, ne a pálinkát. Különös sorssal, ugye egy távoli rokonságban voltunk ezzel a plebános, és a rokonságának a leszármazottaihoz én egyszer 1961-ben kimentem, váratlanul, de előttem pár levélt váltottam velük, és megérkeztek, és mondták, hogy hát készülnek a lakodalomra, tudnék segíteni, mit? Darálni a krumplit, amiből alkoholt kell készíteni. Igen. Mindjárt befejezem a dolgot. Tehát a krumpli elterjedése az nemzeti érdeke volt a birodalomnak is, és támogatta, hogy ugye olyan területen, ahol bizonytalan volt a gabonatermelés, ott egy biztos jövedelmet jelenthetett, és megélhetést, mint inségtáplálék is. De hát aztán ez kiszorított egy csomó más olyan növényt, amit ma már csak csemegeként emlegettünk, ilyen volt a csicsóka például, az szinte vadon termő gumósféle volt, amit kiszorított. És valószínű, hogy nagyon sok termény, egyéb termény, hogy helyettesített. Például ugye régen szerették a vegyes kenyereket, amiben hát kevertek a rozs, ugye együtt is vetették, hogy jobb termés eredmény jussanak a rost és a búzát, ezóta kétszeres. De kevertek bele kukoricalisztet, kevertek bele kölest is esetleg. És aztán megjelenik, bekeverik a krumplit is a kenyérbe, és nem is rossz. Ugyanúgy aztán belekerül a különböző gombócok és nudlik és tésztáknak a alapanyagába, és egy jellegzetes területei alakulnak ki ezeknek a gombócoknak és egyebeknek, amit hát érdekes volt, hogy még vizsgáltam a cseregyerekek intézményét, ugye, hogy egy magyar családba született gyereket kicseréltek pár évre egy német családba, ki fölnevelkedett gyerekkel, tehát hogy megtanulják egymás nyelvét és szokásait, és azokkal én itt találkoztam ilyenekkel, ez a második világháború idején szűnt meg véglegesen, csak mint öregek mesélték, hogy hát nagyon jól érezte magát, csak az evés nem tudta megszólni. Mindig gombóc, gombóc, gombóc. Ez a knédli, ugye. Ez ne, hogy a táplálkozásban ilyen különbözőségek alakultak ki, hogy nem csak a krumpli étel volt szinte kenyér helyettesítve, hanem a kenyérbe is nagy mennyiségben keverték. Most egy különleges jó kenyérből, egy a krumplival csinálnak, az előnyére várik. Hát köszönöm szépen, folytatjuk a következő órán, délután egy kis beszélgetésen.